Jó Ceglédi stúdiójának adását hallgatják az FM 88,3 MHz-en. Rendszeres hallgatóink tudják, hogy ilyenkor Talentum című műsorunk következik, ahol közismert embereket hívunk meg, és mesélnek életútjukról. Köszöntöm itt a stúdióban Váradi László tanárurat, akivel ezen a mai napon beszélgetni fogunk az életéről. Tiszteletem! Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak! Köszöntöm. Tanár úr, a sportban alkotott maradandót, illetve nagyon komoly edzői munkát is végzett, és büszke lehet arra, hogy sok-sok fiatalnak a sport szeretetét megtanította, és sikeres sportolóvá tette. De mielőtt ide eljutott, azért engedje meg, hogy megkérdezzem, merre felé, hol született? Kiskunmajsán születtem 1954-ben. Hát és ez nem volt olyan fontos, de azért boldog születésnapot kívánunk önnek. Mert szeptember 20-án akkor, így van. Pontosan, pontos legyen a dátum, és Kiskunhalason éltem egész 18 és fél éves koromig. Hogy képzeljük el a váradi családot? Hány gyerkőc volt? Elkényeztetett egyke? Egyedüliként éltem, igen. Igen, és szülők mivel foglalkoztak? Édesapám a vasútnál dolgozott, édesanyám meg a papírgyárban. Uh-huh. Így a nagyanyám nevel gyakorlatilag, mert ő volt otthon, mikor hazaértem a gimnáziumból, meg az általános iskolából. Aha. A sport az ön számára egy életforma. Mikor kezdte el megszeretni a sportot? Hogyan találta meg a maga útját? 1964-ben, tehát könnyű kiszámolni, 10 éves lehettem. Akkor az még nem számított túl késői kezdésnek. Ma már 5-6 éves korban elkezdik nem csak a tornát, hanem az úszást, a balettet, egyéb sportformákat. Akkor kezdtem el tornázgatni. Akkor még csak hetente 2-3 alkalommal elég volt. Utána természetesen a napi edzések jöttek, és úgy kezdtünk el dolgozni, edzeni. Általános iskolás voltam, nagyon szépen indult a pályafutásunk, csak volt egy csúnya sérülés, kis időt ki kellett hagyni, kezemre ráesett a korlát, a társaim fogták, hajtottuk, elejtette és ráesett, és igen, olyan 10 forint nagyságnyi kis sebb keletkezett, amit látva fél év kihagyás követett. Uh-huh. És mikor voltak az első versenyek? Volt itt közben verseny, akkor nem is kaptam 5-ös testnevelésből 8-ban, ezt el kell, miért hogy mondjam, nem, mert év végén már nem tudtam elmenni, nem tudtam kinyújtani a tenyeremet, aha, tehát fejállás, kézállásnál húzódott a bőr, tehát még nem ment teljesen helyre, mert pont 8-ban történt ez az omiózus baleset, mikor az ember épp a legjobb formában volt, és középiskolában, a gimnáziumban ott aztán reggeltől estig szinte edzettünk, mert testnevelés órán is megkaptuk a lehetőséget, hogy lóval, tehát lólengéssel foglalkozunk. Volt egy osztálytársam, aki szintén együtt tornáztunk vele, és ketten, és ezért tudtunk nagyon jól lovazni abban az időben, mert még tesi órán is. Sőt, hát már elmondhatom, nagyon régen történt, akkor nekünk gyakorlati foglalkozás volt, politechnika utána, nekünk gyakorlati volt, kertészet, mi akkor is lovagoltunk, tehát lovaztunk, és így tényleg sikerült délelőtt is 4 órát lóval foglalkozni, plusz a délutáni edzések. Segítsen nekem abban, hogy az, aki ezzel foglalkozik, tehát tornász, az összefoglal, milyen szereken dolgozik, vagy milyen szerek tartoznak a tornába? A férfi tornához 6 szer van, 6 szer tartozik. Hát a lóval kezdtem, az a kedvenc szerem. Van a talajgyakorlat, amelyet neveznek műszabad gyakorlatnak, és van a gyűrű, a nyújtó, korlát, ami a fiúknál párhuzamos, itt akkor rátérnék a lányok szereire, ami felemás, az egyik alacsonyabban, a másik magasabban, és ott a nyújtó helyett a lányok, vagy nem helyett, hanem ők gerendáznak, ami egy 10 centi széles, igen keskeny kis tornaszer. A szekrényugrás kicsi gyerekeknek, ma már utána jött, következett a lóugrás, ma egy ilyen kengyelhez hasonló szer, illetve egyik főiskolai tanár kollégám mondja, hogy ez egy nyelvhez hasonló szer, ahol egyforma, tehát mind a kettő mérete, 80x80 centi, a pontosan tudom, a szer, és azon kis rugók vannak, nagyon finom bőr, ez egyforma mind a két nemnek. Régebben ugye keresztbeállították, hosszábbállították a nőknek és a férfiaknak a szereket, ma ez egyforma, illetve a műszabad gyakorlat, a talaj, ami szintén mind a két nemen, ugyanaz a méret, 12x12-es, és az olyan
25 cm magas, alatta nagyon sok kis rugó van, ma már ugye műanyag, ami a dobásnál segít, és a leérkezésnél még nagyobbat tudjanak ugrani, illetve csökkentsék a sérülés veszélyt a leérkezéskor. Hát látszik, hogy én nem vagyok annyira gyakorlott, mert én nekem azt hittem, hogy ez, amit forgatnak, ilyen szalag, az is van. Igen, a tornának 7 ága van, ez, amiről ez most, hát, most belebeszéltünk, mert azt mondta, hogy van idő. Tehát a tornának van 7 ága, ebből az egyik ez a torna, amit én is műveltem, férfi torna, szertorna, illetve most úgy hívják, hogy szaknyelven, hogy Artistic Gymnastic for Men, tehát férfi művészi torna, nagyon érdekes nekünk. 1988-ban volt, mikor összefonták a szövetségek, bement a ritmikus gimnasztika, amire gondol, hogy a szalagos, bement az akrobatika, bement az aerobik, tehát gyakorlatilag akkor már mondtam, hogy milyen szerek vannak, tehát van a férfi torna, női torna, így leegyszerűsítve, a ritmikus gimnasztika, amelyben van a buzogány, van a labda, és van a szalaggyakorlat, kötélgyakorlat, tehát ez igen sok oldalú, szintén a csinos nő ezt végzik, azt mondják, hogy a legnőiesebb sport, tehát a ritmikus gimnasztika. Neki is volt elnevezése, sportgimnasztika, művészi torna, ritmikus gimnasztika, minden alkalommal, amikor van ilyen új szövetség, most újabb elnök lesz, majd új elnök lesz a Nemzeti Tornaszövetség élén, gondolom, majd megint esetleg neveznek el sportágakat. Ide tartozik kedvenc sportág, a másik a sportakrobatika, amit most úgy hívnak, hogy akrobatikus torna, tehát el is átalakult, gumiasztalugrás, tramplin sport, ami, hát hogy gumiasztal, az biztos... Igen, ez csak olyan nem tudtam beazonosítani, hogy kint a játszótéren képzelem az is a az, de ez ilyen 5x4 méteres, tehát ezek jó pár millió forintba kellő komoly szerek, és ide tartott mi az akrobatikus ugrás, ami 25 méter hosszú pálya, az 35 méter magas, alatta szintén rugók vannak, polifomhoz hasonló speciális anyag, ami a dobásoknál és a leérkezésnél segít, és még 10 méter neki szaladás. Ez férfi-női versenyszám, régebben az akrobatikus tornához tartozik, 98-ban ezt is elvették. Volt egy ilyen szövetség, hogy FIT, ami a gumiasztal szövetségnek volt az elneve, és ezt szintén bevették ebbe a sportágba. Van még egy ilyen, hogy általános torna, ami general gymnastic, vagy happy gymnastic, tehát egy boldog torna, ahova bárki, ön is, én is, picik is, 0 évtől egész 100 éves korig, ez skandináv államokban nagyon népszerű, részt is vettünk Dániában egy ilyen bemutató 2 hetes körúton, ahol 80 éves bácsikák, nénikék is nyújtófával, söppűvel végezték a gimnasztika gyakorlatokat. Ledöbbentünk. Hát persze a film, rengeteg filmet vettünk föl, kockákat, nekünk nagyon új volt, és nagyon tetszett. Csak hát ugye ott egy kicsit más a helyzet, mint nálunk, nyugodtabban élnek, bármelyik csapat összeáll 10-15 ember, alakít egy klubot, ha nem rasszista, nem fajgyűlölő, támogatja az önkormányzat, nem kell fizetni a teremé, a szereket használja, még a sampon, meg a hajszállító is ott van, mondta az előbb, hogy hozzam be a kabátot, ott érdekes módon nem tűnnek el. Tehát nagyon érdekes volt nekünk, tehát és nagyon tetszett ez a dám módszer. De ahogy mondják, a skandinávoknál is ilyen van. Tehát így a torna így állna akkor össze ez a 7 ága. Említette, hogy önnek a ló a kedvenc szer, és akkor ilyenkor felmerül bennem, és melyik a legkevésbé kedvenc? Nagyon érdekes volt, mi akkor még ilyen ló szőrből készült, igen kemény szőnyegeken dolgoztunk, bizony fájt a térdem, meg este mi is egy kicsit tarkóra egyszer-kétszer, Rundelflick szaltóból. Talaj volt az, ami egy kicsit hátrányosabb volt a többi szerhez, de itt, mint szokták mondani, azt kell gyakorolni, ami nem ment, és akkor edzőként viszont azért itt a csavarokat, meg a cukorát, meg a dupla szaltót nagy szeretettel és nagyon nagy lelkesedéssel tanítottam meg, tehát edzőként tovább képeztem magamat, ott több, jobb eredményt értem el, mint versenyző ezen a szerem. Tehát akkor itt azzal, hogy nem szerettük, mint edzőként meg megszerettem. Nem szerettem, csak hát ott egy kis a térdem, a keménység miatt most is fáj a térdem, előszaltoknál így bekemés, és hát nem jött úgy össze. A középiskolai évek is a sport jegyében teltek. Ott eldöntötte, hogy hova tanul, vagy szülők mit szóltak erre? Nem mondták, hogy most csúnya szót fogok mondani, remélem nem sértődik meg, hogy ilyen normális szakmát, ilyet menj el asztalosnak, tanárnak, atomfizikusnak. Mi volt a család hozzáállás, és hova? Igen, nagyon jó mondja, tehát mintha a szüleim is, hogy egy komoly
Komoly szakmát, komoly állást kellene választani, nem edzősködni, nem tanár. Ők azt mondták, mi látták, nem volt hál' Istennek ezen a ráesésen kívül, a szerráesésen kívül sérülésem, hogy igen, baleset veszélyes. Elejti az ember a gyereket, előfordul, mint edző, mint tanár, tehát összejöhet. Próbáltak lebeszélni, de én akkor már tanárnak készültem, orosz és testnevelés szakos tanárnak készültem. Hova került végül is? Hova került? Tehát a gimnáziumba leérettségizett Majsán. Kiskunhalason. Halason, bocsánat. A Szilágyi Áron gimnáziumban, igen, amelyik most volt 350 éves. Igen. Ebben az évben ünnepelte. Az az igazság, hogy akkor jött egy ilyen omiózus eset, az első forduló az életemben, amikor, mivel minisztráltam, mert beszélgettünk, templomban jártam, szüleim ugye vallásos nevelésben részesítettek, és hát volt egy bitmise. A szomszédban is Kalocsán is volt, ugye bátya azt hiszem oda, ott lakott a Zalatnai Sarolta, és ennek örömére ott is rendeztek, semmi nem volt, nálunk bizony igen kemény, fegyelmi, másnap, amikor ez volt vasárnap, hétfőn, sorakoztunk, akik ott voltunk ezen a bitmisén, és én még annál nagyobb bűnt is elkövettem, hogy én ugye felolvastam a Szent Leckét, meg az olvasmányt is, tehát közreműködtünk, és itt a igazgató elvtárs nagyon keményen megkérdezte, hogy hogy gondolom én ezt, mint ilyen kommunista ifjú szövetségnek a tagja, mint Kiszes, hogy lehet ez? Hát most nem akartam mondani, mi kötelező volt belépni, de én megkérdeztem a igazgató elvtárst, hogy bocsánat, de hát vallásszabadság van, nem? Rossz kérdés. Nagyon rossz kérdés volt, vörös lett az úr, még vörösebb lett, és nem azt mondom, hogy kedvenc tanárom, aki ugye idézőjelben orosz szakos tanár, mondta, igen, Lasszikám, de jellemzés is van. Na, én nem adtam be a jelentkezésemet, jó, elmegyek ipariskolába, stb. Érettség után majd kivárom a két évet. Államegyházügyi hivatal, Miklós Imre államtitkár, ha jól tudom a titulusát, levelezések jöttek, és hogy nem lehet azért, mert össze nem garantálták az érettségit sem. Halason menjünk-e bárhova, máshol, nem garantálják, hogy leérettségizünk. Igen. De nagyon kemény volt itt két elvtárs, a KISZ összekötő, aki most mit tudom én, minek hívják, a mostani időben a középiskolában egy diák összekötő, ifjúsági tanár, dökös tanár most nálunk, igen. És úgy hívják, akkor KISZ összekötő tanár, változnak az idők, tehát a pozíció van, csak nem úgy az az elnevezés. És bizony ő volt ott a szimat, aki nézett bennünket és írta össze. Érdekes, mindjárt ott álltunk sorba. Egy sász nem ment el, aki szintén, hát ugye PR-ból jött át, csak őt fölhívták, mert volt telefonjuk, ügyvéd volt az apuk, anyuka, tehát volt hol elérni, hogy nehogy elmenjek, mert balhé lesz. De végül aztán rávettek, hogy na, először mondták, hogy menjek-e papnak, nonsense, menjek el orvosnak, és utána Kecskeméten kötöttem ki a GANFOM, mert azért ment a matek is, ment a fizika is, de oroszra készültem meg testnevelésre, tehát gyakorlatilag érettségizni, és oroszba érettségiztem, úgy mentem el felvételizni fizikára. Fizikából hát föl is vettek, de fél év után, fél év környékén azt mondtam, hogy inkább nem, megvárom még azt a kis időt, másfél évet, elektronikai műszeri szakmát szereztem, ott is hülyének néztem, mikor mentem az ipariba, hogy én szeretném. Így, főiskolám? Igen, mondom, nekem ez a célom, ezt szeretném elérni. És akkor mondták, jó van, akkor jöjjek. És a két év után sikerült. Felvettek, két és után a hadsereghez elmentem, leszolgáltam az időmet. És itt megint van egy furcsa fintor, mert az MHS-nél voltam tanuló, és akkor ott már dolgoztunk, és megkérdeztem, mondtam, hogy szeretnék tovább tanulni. Hú, az nagyon jó, mert örültek, hogy direkt olyan embereket kerestek, aki nem akar ott maradni, mert akkor is az volt, hogy valaki iskolánál vagy ilyen cégnél dolgoztak, ott kellett utána maradni, alkalmazni. Mondom, én nem, én szeretnék elmenni. Nagyon jó, mit írjunk a jellemzésben? Ma van egy jellemzés, és elmondtam ott az ott is a tábornok elvtárs, meg a őrnagy jelezés, azért azok akkor igen keményen voltak, elmondtam, hogy nekem ez volt a bajom, ez az én kérésem. Hogyne, természetesen is. Beleírtak mindent, hogy szabad idejében az ifjúsággal foglalkozik, edzi őket, kimegy versenyre, rókavadászaton hangosít meg akkor az MHS ott Szegléden, vagy a Kecskeméten rókavadász nagyon híres volt. A rókavadászat ne úgy képzeljük, hogy lelövik a rókát, hanem rádiók rádiótájiránymérők, és akkor leraktuk, ha jobb esetben mi ültünk ott esőbe a sátorat, és mi nyomkodtuk, adtuk a morzajeleket. Később már voltak ilyen automaták, manapság már ugye nem kell oda leülni az embernek, meg hangosított a búvárúszó versenyeken, a úszodába, Kecskeméten, akkor nagyon jók voltak a vízilabdások, nem a vízilabdások, hanem az úszók. A műúszók, meg ezek a búvárúszók. Mert aki nem felelt meg úszónak, vízilabdák, akkor ide elmentek, itt meg nagyon jó voltak, mert úszótalpakkal nagyon gyorsan tudtak úszni. Nagyon köszönjük szépen, innen fogjuk folytatni egy rövid zene után.
tőled a jó helyén. Miért nem látom már a célt, a gyönyörű célt, amit nekem itt tennem kell. Nézd, mennyi rohanó ember lassan sorsuk elé. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádió Ceglédi stúdiójából az FM 88,3 MHz-en Talentum című műsorunkat hallgathatják. Műsorvezető Szelényi Péter és vendégem Váradi László, tanár, edző, sportoló és mindenféle ilyen sporttal foglalkozó. Arról beszélgettünk, hogy merre felé és hol született, hol kezdődött meg a sport szeretete. Igazából, amit elmondott, én inkább azt gondolom, hogy egészen kisgyerekkorban megszületik a szeretet a sport iránt, és utána a versenyek pedig hozzák a sikerélményeket, és ez lendíti tovább a fiatalt a sportolói pályán. Említette, hogy Kiskunhalas után elment egy kicsit dolgozni, illetve Ganfra ment, ugye? Ott hagytuk abba. Valahol itt szólalt meg a zene,
És utána mi történt? A golf az egy kényszerpálya volt, úgy mondtam, hogy nem mehettem pedagógiai pályára, emiatt a ideológiai nézeteim miatt ezt írták volna bele a jellemzésembe, mert akkor még jellemzés volt. Megbízhatatlan volt. Igen, ezt is lehet. Most majd lesz egy kis időnk, akkor megnézzük, hogy figyeltek-e. Nagyon szeretném ezt is azért megtudni, mert gyanítom, mert voltak elképzeléseim. Na, itt a isteni áldás, vagy a gondviselés, mert itt más irányba elkezdett, jobb irányba terelődni a pályám, és ez a Kecskemét egy kicsit megváltoztatta addigi életemet. Már nem csak a tanári pálya érdekeltem, az edzői is. Alason is edzősködtünk már negyedikben a kisgyerekeket, hogy segítettünk nekik, mert ugye beszálltunk, mert ugye készültünk tanárnak, és akkor így kaptunk ilyen lehetőséget, az edzőnk tudatosan próbált bennünket felkészíteni, de itt már egyből mély vízbe becsöppentem, bementem, amikor elmentem a Ganfot, ugye azt mondtam, hogy nem tetszett nekem az a pálya, mert ez kényszerpálya volt a műszaki rész, és akkor befejeztem, és elmentem elektronikai műszerész tanulónak, és közben edzősködtem a Kecskeméti Sportklubnak a női tornaszakosztályánál, de előtte én csak be akartam menni edzeni, mert még versenyeztem abba az időben, azzal jártam Halasra, a Halasi csapathoz. Volt, mikor egy héten kétszer hazamentem este, és másnap reggel 5-kor indultam, és jöttem be a iskolába, hogy oda tudjak érni. Mondták, hogy oké, rendben van, a Ancika néni, rendkes Ancika néni tanárnő azt mondta, hogy rendben van, Lacikám, lehet jönni edzeni, de van egy feltétel. Mondom, az mi? Hát segíteni kell a lányoknak. Hát furcsa volt, mert addig ugye mi fiú szakosztályban voltunk fiúkkal, de nagy nehezen azért megbarátkoztam a gondolattal, és bizony sikerült is megtanítani őket elemekkel, és jó elemekkel, tehát szaltókat megtanítottam, frikkeket, akkori követelményekhez szinten, diákolimpiájítottunk, bajnokságokra eljutottunk velük, és eredményesek voltak a lányok. Békés Csaba nem lehetett megverni abban az időben, ott mögöttük a második, ez már nagy szám volt. Csak előbb beszélgettünk, hogy kell jutni Ceglédre, és itt van még egy furcsa, érdekes dolog, hogy versenyekre mentünk, és találkoztunk ott ceglédi versenyzőkkel is, és a Külti Béla bácsi, aki jövő lesz 100 éves, ha jól tudom, mondta, hogy hát edzőket keres, jó lenne, stb. Beszélgettünk, neki is tetszett, amit csináltam, ott a kisgyerekekkel, nagyon fiatal voltam még, és átjöttünk Ceglédre versenyezni a kecskeméti lányokkal. Ők is eljöttek, versenyeztünk, és így elhatároztam, hogy akkor megnézem ezt az egyesületet magamnak. Átjárogattam egyszer-kétszer úgy Ceglédre, Kecskemétről, és abban maradtunk, hogy ha a főiskola egy lehetőség lesz, tehát ki tudok menni levelezőre, akkor eljövök. És ez másodikos koromban sikerült. Ami nagyon nehéz volt akkor kijönni az iskolából, és levelező befejezni, és akkor elkezdtem dolgozni, mert meg volt a célom, tehát, hogy elkezdjek edzősködni. És akkor gyakorlatilag a testnevelési főiskolát végezte el? Nem, utána Nyíregyházán végeztem oroszt és testnevelés szakot. Igen. Utána végeztem, hát közben már Kecskeméten megszereztem a segédedzőt, hogy ott edzősködtem a lányokat, edzettem, már ott megszereztem, utána végeztem a középfokú edzőit a TF-en. Az egyetemet, azt Pécset végeztem testnevelésből, majd közoktatásvezetői pedagógus szakvizsgát meg a Budapesti Műszaki Egyetemen tettem, vagy végeztem. Ó, akkor rengeteg minden, és azt profi mondhatjuk, hogy a testneveléshez a városban a legjobban ért, tehát ez nem tudom, de legalábbis sokat ért a testneveléshez. Ott azért nem tiszta nekem, hogy végül is hogy került Ceglédre, tehát gyakran jártak át ide edzős edzenek. Igen, és akkor Béla bácsi mondta, hogy kellene egy edző, tehát azzal kezdtem, hogy itt közösen edzegettünk, elmentünk egymáshoz, akkor átjárogattam így tanulni az edzői tudományt, ellesni a Béla bácsitól, meg az akkor lévő edzőktől, és... Két év múlva, ez azt hiszem, hogy 78-ban rengeteg időm volt várakozni Cegléden, mert ugye kiskolnáson laktam, itt volt 4 óra hossza, és akkor valahogy én nem tudom, vagy a Béla bácsit, vagy én írtam neki, elmentem, meglátogattam a Béla bácsit, még a régi itt a családi házam még nem voltak itt, igen. A emeletes házak, emlékszem rá, és akkor beszélgettünk, milyen jó lenne, volna-e kedvem. Mondom, lenne kedvem, hogy ne eljönnék edzőnek, és akkor ő már csak ott aktívan nem nagyon vett részt a szakosztály munkájába, így passzívan, de támogatólag, segítővel, javaslatokkal, és beküldött a CVS-hez, hogy keressen meg ott az egyesület elnökét, az ottani vezetőséget, és akkor így jött. Megegyeztünk, hogy
Ekkor is jöttem, 1978. augusztus 15-től voltam, vagy vagyok Cegléden, és akkor kezdtem edzőként dolgozni augusztus 15-én, ezt tudom. Ezt megjegyeztem. És akkor emellett, hogy ön vezető edző volt, elkezdett tanítani? Nem. Akkor nem. Még csak irány csak a csak edzősködés. A igen. És ez meddig? Tehát hány éven keresztül edzősködés? Itt a csakot idézőjelben, mert gondolom azért ez egy igen komoly... Ment az edzős. 91-ig. 91-ig edzős? 91-ig voltam főállású edző. Akkor, hát 90-ben jöttek a problémák, hogy a sportra kevés a pénz, tehát a rendszerváltást nagyon vártuk. Én is vártam nagyon. Mindenki, viszont a sportban a támogatás az kicsit csökkent, mert azelőtt voltak ilyenek, hogy alappénz, tehát gyakorlatilag pontok után kaptunk pénzeket. Magyar bajnokság első hely, második hely, nemzetközi szinten. Volt egy tarifa, ami tudtuk, hogy kiszámítható volt, olyan, mint az életpálya modell. És ezt viccből mondom. Nem tudom, miért gondolod. Én csak mondom, hogy kiszámítható. És 90-től bizony pályázni kellett. A pályázat meg mindenki vagy tudja, hogy milyen. Igen, vagy bejön, vagy nem. És így dönteni kellett, hogy iskolában volt egy állás. Abonyban néztem a Pest megyei hírlapot, a ceglédi mutációját, van egy állás. Kimentem, elbeszélgettünk a ottan igazgatóval, mindenről csak az állású nem. Egy hullám hosszon voltunk, így, hogy mind ő is mondta, hogy ganfra járt, stb. Egy szakmát tanultunk, és olyan jól összejöttünk, hogy oké, rendben van, szeptemberben akkor megyünk. És akkor így kezdtem el tanítani. Igen, és még mellette, a gimnáziumban. Ja, a gimnáziumban? A Kinizsiben. Ja, és mellette még természetesen edzősködtem itt Cegléden, mert világbajnokság készültünk, és a tanítványomtól megkérdeztem, hogy most mi a véleményetek, edzünk naponta, mert akkor nem adom föl a főállású edzősködést, akkor maradok főállású edző, tanítok, órát adok, vagy fordítva. És akkor kérték, hogy tényleg edzünk minden nap. És akkor így december 31-ig főállású edző voltam, és 1992. január 1-től meg átmentem, vagy másodikán nem tudom melyik nap volt. Gondolom, második vagy harmadik, ezt most nem tudom. Akkortól kezdtem el tanítani, és mellette edzősködni. Aha. Hatalmas sikereket ért el, mint edző. Önálló pályája során mire a legbüszkébb, tehát mint sportoló, és utána majd beszélünk egy kicsit arról is, hogy mint edző miket ért el. Mint sportoló vannak-e olyanok, amikre kimondottan büszke? Mi mondtam, hogy a lólengés a nagyon kedvenc sportszakágam volt. Így ötödik helyen is volt egy országos versenyen, vagy vidékbajnokságon, bocsánat. Csapatban bajnokok voltunk másodosztályban, harmadosztályban az nem volt nehéz, ott azért ügyesek voltunk, mert főiskolai hallgatónként kénytelenek voltunk. Középiskolás bajnokságon megyeit azt állandóan nyertük, telti bajnokságot, hogy Donát Feriékkel, hogy egyik évben vagy ők nyertek, vagy mi a nagykörösi. Nagyon jó volt a nagykörös a János Gimnázium, mi voltunk itt ketten a meghatározók, a Halas és a nagykörös, a lányoknál meg Cegléd, ahogy mondtam, meg Békés Csaba, ez a kettő, meg néha még bejött Szeged is. És középiskolás országos döntőn második, harmadik hely, negyedik helyezésünk volt csapatban, A kategóriában. Ifjúsági csapatban is ott voltunk ötödikek az országos bajnokságon. Inkább úgy csapatember volt az ember, mert én mellette tanultam, edzettem is középiskolában. Az edző mindig is mondta, hogy ne aprózzam már fel az energiámat, de azért kellett több lábon állni egy kicsit, mert hogyha egy lábon állok, akkor úgy néz ki, hogy nem csak az, hogy eltanácsoltak volna, tehát nem tudtam menni tanítást, tehát pedagógiai pályára, akkor lehet, hogy még messzebb kerültem volna. És azért így megtanultam, hogy nagyjából az alapokat ott azon az időn. Az ön pályája rettentően színes, nagyon sokat tanult, sok diploma, rengeteg munka. Ezek mellett mennyi idő jut a családjára? Itt egy nagy kérdés, hogy sokáig nem nősültem meg, tehát nem házasodtam meg. Ilyen szépen nyakatekerten kérdeztem. Igen, itt a válasz is megvan rá, mert hát ezt nem sokan tudták volna elviselni, hogy menjek. Igen, mert azért a versenyek hétvégenként igen. Vannak jelentően. Halason, ha lett volna az illető, durván 400 kilométer áttételesen Nyíregyháza, mert egyszerűbb, ez a körben nagyon, nagyon nehéz a megközelítés. Érdekes, hogy Pesten keresztül hamarabb odaértem, mint Cegléden keresztül, tehát jobb volt a közlekedés. Ha Nyíregyházán meg az volt szintén a probléma, ott élt az ember, edzősködtem már ott is azonnal, a főiskola csapatát, először ottani sportiskolát, utána átvették ott is a sportiskola, pénzhiány miatt átment a főiskolának a utánpótlás szakosztályába, és ott is edzettem a lányokat,
Ha nem nekem volt verseny, akkor velük mentünk Pestre. És azért egy pesti utazás az kétnapos Nyíregyházára, és akkori körülményekkel is 5-kor el kellett indulni, zötyögtünk, másnap hazaértünk, tehát gyakorlatilag itt a családalapítás az kitolódott. Amikor elkezdtem itt Szegeden edzősködni, itt meg irány volt az eredmény. Itt sem nagyon tudták volna azt értékelni a hölgyek, hogy én reggeltől estig edzésen vagyok, hétvégén meg versenyek. És akkor úgy, hát elég sokára, 1997-ben, ha jól emlékszem rá, akkor adtam be a derekamat, és akkor házasodtam meg. Reméljük hallgatja a műsort a kedves felesége. Én mondtam neki, reméljük, reméljük. És akkor ő is így emlékszik, nehogy kiderüljön, hogy más évszám van. És hol ismerkedtek össze? Hát járt hozzám sportoló tornázni, volt, sportoló, igen, látszik a nézéséből, igen. Igen. És ő milyen sporttal foglalkozik? Nem nehéz, torna is akrobatikus torna volt. Talán edzette vagy? Edzettem is régebben, igen. És akkor így alakult dolog. Mennyire van jelen most a családjuk életében a vallás? Mert a sport az valószínűleg akkor továbbra is, igen. Felesége is továbbra is sportol. Igen, hát a vallás az annyira, szóval az is sok oldal, amit mondta, hogy színes, mivel nejem az református vallású, tehát gyakorlatilag két részre kell menni. A gyerek is járt a református általános iskolába. Egy, igen. Sportol? Nincs kitartása, sajnos ő nem örökölte azt a fanatizmust, és a mindenhol lemondás mindén, ezt most minden nagy képviség nélkül mondom, hogy fanatizmusomnak és a mindenáron való eredményre törekvésnek köszönhetem, amit elértem a rengeteg munkának. Fiam, hát a mai gyerekek általában nem annyira tudják, hogy a kudarc van, akkor azt nem tudják legyőzni. Nem állnak föl, mert előbb mondta, hogy eredmény siker, sikertelenség is a sportba, tehát az is fölhozza azt, hogy igen, sikertelen voltam. Mit kell tennem azért, hogy jobb legyek? Ha megtalálom, akkor sikertelenségből is lehet pozitívumot kihozni, és jobb eredményt elérni. Igen, nekem a könyv jut eszembe, a Sírni csak a győztesnek szabad. Igen. Című könyv, ami az úszókról szól. Tehát az egyik család egyik része a református irányba, a másik katolikus. Fiam az így katolikus lett, mert úgy. Úgy alakult az élet, az mert... Az atyánál azt mond, ott kereszteltük meg, most nemrég halt meg, tavaly előtt. Gyula atya, nagyon rendes volt, kicsit. Ott házasodtunk, és minden meg ott keresztelt. Még aki gyereket meg tudta keresztelni, az Gyula atya. Innen fogjuk folytatni egy rövid zene után. Most a magyar szentek hódolnak előtte, emlékezve ezer eltelt esztendőre. Mert ezer éve már, hogy mi idejöttünk, s szent koronád alatt keresztények lettünk. Jön már István király, első magyar szentünk, neki köszönhetjük, hogy nemzetté lettünk. Vagy magyarok tündöklő csillaga, ki voltál valaha országunk istákja? Hol vagy István király, téged magyar kíván, gyászos öltözetben te előtted sírva. Yeah.
István király vagyok, Árpád ház szülötte, fényes koronámat te helytartót küldte. Eléd hoztam, uram, a jó magyar népet, s vétettem föl velük a szent keresztséget. Jobbomba az erőt te adtad én nekem, hogy a helyes útra tereljem nemzetem. Vad kalandozás helyett e hont megtartani, békességben élve vetni és aratni. Újabb ezer évre segítsd meg nemzetem, ezért koronámat lábad elé teszem. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádiót hallgatják az FM 88,3 MHz-en. Talentum című műsorunk vendége Váradi László, tanár és edző. Beszéltünk itt az életútjáról, hogy mennyi minden színes dolog történt, de főleg a sport tölti ki az ön életét, sőt ezen belül is leginkább az edzősködés. Itt a beszélgetés során az derült ki számomra, hogy a kecskeméti időszak az rákészülés volt arra, hogy ön sikeres edző legyen itt Cegléden. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan is tudott itt a ceglédi CVS-ébe beilleszkedni, és hogyan indult itt az edzői pályája. Igen, Kecskemét az egy alap volt, nagyon jó alap. Ott kaptam egy olyan löketet, nagyon jó motivációt a ottani edzőkollégáktól, hogy van lehetőségem, tehát kicsit értek majd hozzá. Nyíregyházán tovább bővítettem, ott 2 éven keresztül szintén edzősködtem, mint említettem már az utánpótlásnál, és azért ott, hogyha meg tudtam a csavaszaltókat tanítani, és eredményesek voltak, eredményes versenyzőket tudtunk nevelni ott a kolléganővel, ez jó alap volt, és itt Cegléden egy kicsit nehezebb voltak problémák. Egy, amiért idejöttem, nagyon nagy népszerűsége volt a tornának, tehát ezt előbb is már beszélgettünk róla. Akrobatikus torna is, annak idején Gula torna, Béla bácsi elkezdte, nagyon jól dolgoztak. Tehát jó volt a hagyomány. Volt úgymond vevő, és hát érdeklődés is volt. Viszont én a napi edzés mellett kardoskodtam, szorgalmaztam, és ez bizony nem a szülők, nem a gyerekek, hanem iskola igazgatók. Hát akkor nem lesz majd munkás, mozgalmi idő a gyereknek, nem tud majd menni. Ennyi, tehát tapsolni, meg csápolni, és akkor ez emiatt volt, mikor hát behivatott az egyik iskola igazgatója, és már föl is jelentett a pártbizottság, mondja, hogy a hülye edző még szombaton is tart edzéseket. Mert bizony volt, mikor szombaton is edzettünk, volt, mikor vasárnap is, szombaton 2, vasárnap 1, ha mentünk egy nemzetközi versenyre, de amikor megvolt a verseny, akkor utána 3 napig nem jöttek be a gyerekek. Tényleg kaptak egy kis pszichikai, idegi fáradtság kipihenésre, és jól érezték magukat. Semmi, a szülők részéről se volt, hogy most miért edzettünk szombat, vasárnap. Tehát itt ilyen problémák voltak. Én fővázoltam akkor, és még visszahallottam, hogy mondta az akkori szakosztály elnök, hogy mit akar az edzőit, szivacsgödröt, meg majd világversenyekre menni. Én leírtam a koncepciómat, és mondom, többen tanárkollégák is nevettek akkor, vagy hát megkérdezték, hova megyünk el. És bizony beigazolódott, 1986-ban már kint voltunk világbajnokságon, meg Európa-bajnokságon. 78-hoz képest, nagyon sok munkával, tehát napi 3 óra edzéssel. És milyen eredmények születtek? Mert azért egy sportban az fontos. Eredmények nagyon szépen jöttek. Tornával kezdtünk ott, magyar bajnoksági gond, vidékbajnokságon jöttek csapateredmények, egyénibe is jöttek, már minden sajnos nem emlékszem. Akrobatikus tornában is 100-nál több magyar bajnoki címet nyertünk. Ez volt. Itt mind Cegléthez kötődik? Mind Cegléthez. Azért erre büszkék lehetünk, mint Cegléthez. Igen. Ki is húztam magam. Hát utána, mikor kezdtünk egy kicsit ott fönn lenni a topon, akkor versenyeket is rendeztem, és hát 25-26 nemzetközi versenyt rendeztem, amelyre Kazaksztánból, Kínából, Amerikai Egyesült Államból, Kalifornia államból 2-szer itt voltak, Brazíliából, Puerto Ricóból eljöttek hozzám versenyre, Dél-Afrikai Köztársaságból 2-szer volt itt válogatott, Ausztráliából, még ki ne hagyjam, tehát most a közelebbiket ne is beszéljünk, hogy Bulgáriával minden 3 hónapban találkoztunk, vagy mi mentünk ki, vagy ők jöttek, lengyeleknél, keleti németek, szintén nyugati németekhez is mentünk, tehát azért mondom, akkor még 2 Németország volt, portugálok is voltak nálam, franciák, tehát mondhatni, a világ nagyon sok részéről eljöttek versenyemre. Tehát gondolom csak azért, mert jól érzték itt magukat, meg azért volt tudás.
tehát a versenyzőim nem voltak kutyaütők, jó szerepeltek, mert versenyt oda érdemes elmenni, ahol tanulnak. Egymástól tanulunk. Mi is szívesen mentünk Bulgáriába, mert sokat tanultunk. Uh-huh. Viszont a világban sem meg is vertük őket. Volt ilyen is, hogy legyőztük, de ők örültek neki, tehát nem volt féltékenység bármelyik ország. Hát oroszoknál azért esetleg a Szovjetunió akkori kormánya, tehát a sport és az állam az majdnem nagyon, nagyon keményen együtt volt, tehát ott állami sportnak lehetett nevezni, mint a keletnémeteknél is, hogy ott azért igencsak a titkokat szerették volna megőrizni. De én is többször kint voltam Bulgáriában, Lengyelországban, edzői tanulmányúton, saját költségen kirepültem, fogadtak, levittek, nézhettem a Várad Kelet edzőtáborozását, ami óriási dolog volt. Tehát természetesen vittük az akkori tekercses filmfelvevőket, filmeztem, a négyes szaltót ott láttam először, amit a férfi négyes megcsinált, és már itthon jöttünk, és mi nem tudtuk gyakorolni ahhoz, még nem voltak olyan körülményeink, de olyan új dolgokat azon nyomban meg tudtuk nézni, ami óriási dolog volt. 86-ban, mint mondtam, kimentünk a világbajnokságra, Franciaországba, ahol mindjárt egy ötödik helyet szereztünk, meg EB-n meg negyediket. Előtte sérült meg sajnos tanítványom, és kaptunk egy kölcsön kislányt, kevés idő állt rendelkezésre, ha a régi tanítványom nem sérül meg, biztos, hogy érmeket hozunk, mert így is nagyon minimálisan múlott. Abban az évben nemzetközi bírói vizsgát tettem, és utána 86-tól 95-ig minden évben világbajnokságokon, EB-bajnokságokon pontoztam nemzetközi versenyeken is, de főleg a VB-n meg az EB világkupa, ami nagyon fontos, de ez azért kellemetlen is volt, mert volt, mikor tanítványomat kellett pontozni. Tehát ez szabad. Dupla szabad, igen. Mert akkor mi nem a országot képviseltük, hanem a Nemzetközi Szövetségnek voltunk a alkalmazottai, tehát ilyen bírói tímben. Viszont nem tudtam oda menni, csak mikor befejeződött a például női páros versenyszáma, akkor tudtam lemenni és beszélni. De akkor már későn volt. Közben nem tudtam neki tanácsot adni, tehát ilyen szempontból ez nehéz volt, de a kapcsolatok miatt, a bírók között, az országok között nagyon jó kapcsolat áll, orosz szakos révén a szláv államokkal, igencsak gyorsan tudtunk beszélni, egymást tudtuk segíteni, és tényleg nagyon, nagyon jó volt a kapcsolat akkor a edzők és a bírók között is, meg a vezetők között is. Sőt, elnöke is lett, ugye 90-től a Pest megyei Torna és Akrobatikai Szövetség elnöke is. Igen, elnöke voltam napjainkig, néhány éve, hogy megszűnt már a sport támogatás, és így megszűnt a szövetségek is, megszűntek, tehát nem nagyon van most már a megyében. Illetve lehetne hívni, mindig küldözgetik, hogy megyei szövetség, de gyakorlatilag ez ugye elsorvadt. A kézilabda, foci az talán még működik olyan szinten, hogy többször voltak itt problémák, most erről nem is beszélnék, hanem még a eredményekről. 89-ben kint voltunk a világbajnokság, vagy EPA bajnokságon és az EPA világkupán, ott 4 érem született, ott a papíron, de gondolom rajta igen, is van. Igen, én ezt látom. Igen. Nem és... vizsgáztatom tanár urat. Igen. Igen. És 89-ben a junior világban, első junior világbajnokságon is kint voltunk, ahol 5. helyet érte a vegyes párosom, remek eredménynek számított, és a női párosom 2 ezüst és 1/4 helyezést érte, ami szintén nagyon szép volt. Ebben az évben férfi négyesem volt az év sportolja akrobatikus tornából, nemzetközi minősítést szereztek, tehát azért ez volt a csúcs a 80, vagy a 89-es. Akkor még voltunk én világbajnokságon Portugáliában, 5. hely, 6. hely, 8. is nagyon szép eredmény volt, sőt, 92-ben vagy 3-ben, most nem tudom pontosan, Franciaországban rendben, ahol 8.-10. helyezést érte a női párosom, még az is tűrhető volt. 95-ben már ez a tanítványom Pestre költözött a Sajgál AG pesti tanítványával, akkor már pesti színekben érte szintén jó eredményt, meg Lengyelországban is, ahol szintén pontoztam őket is, még mint... az is egy érdekes történet. Mint a Nemzetközi Szövetségnek a bíróbíróság a tagja, tehát akkor már még magasabb szinten dolgoztunk, tehát nem csak nemzeti, úgy, mint pontozó, hanem Nemzetközi Akrobatika Szövetségnek a bíróbizottságában is működtem, még oda is sikerült bejutni. Mindaz, amit itt felsorolni, én már nem bírnám így felsorolni, tehát nem tudnám visszamondani, úgy, hogy mi minden eredményt ért el. Azért azt gondolom, hogy a világ is, az ország is megbecsüli, hiszen ön is sok szép kitüntetés birtokosa. A kiváló nevelőedző díjat megkapta 84-ben, 89-ben, illetve Pest megye sportjáért díjat kapta 92-ben. Ezek is mind nagyon szépek, de 1999-ben egy nagyon kimagasló díj
díjat adtak át önnek. Igen, a miniszter úrtól, Dajcs Tamás úrtól vehettem át a magyar sportért kitüntetést. Mondták, hogy kapok, előre már úgy szeptemberben mondták, hogy kapok valamilyen kitüntetést. Én bíztam a mesteredzőiben, mert még mikor elég 89-ben azt mondták, hogy fiatal vagyok. Írtak is egy A4-es lapot, még nem találtam meg, hogy hol ma, hogy további jó munkát kívánok, sok sikert. Azóta is várat magára, és itt ehelyett ezt a kitüntetést kaptam magyar sportért, de örülök neki, mert abban az évben és megyéből ketten kaptuk, tehát igen, kevés. Pontosan kik kapják ezt, és miért, és milyen sokat? Nem csak az edzőim, a testnevelői munkának is volt már a testnevelői munkában és az edzői munkában kiváló eredményt elértek, mert azért a edző, testnevelőként is a Gimnázium gimnáziumban több megyei bajnokságot nyertünk labdajátékban, egyéb atlétikában is ott voltunk a Spitzen, futszálban és a kispályás fociban, illetve a fiú kézlabdásaink is nagyon jók voltak, tehát gyakorlatilag az összes eredmény, akrobatikus tornán vagy diákolimpiai bajnokaink voltak Abonyban is, nem csak Cegléden, tehát ezek az eredmények gondolom összeadódtak, és így kaptam meg ezt a kitüntetést. Gratulálok, ez azért erre nagyon büszke lehet, hogy magyar sportért kitüntetést birtokosa, Váradi László, aki ebben az évben volt 60 éves, vagy még mindig 60 éves, mert szeptember 20-án volt, és itt a beszélgetés előtt, mielőtt mikrofon elé ültünk, egy pár szót azért beszélgettünk, hogyan is ünnepelte a születésnapját? Igen. Ez azért gondoltam, hogy felteszem, mert annyira tetszett, amit mesélt itt mikrofonon kívül. Októberben szerveztem egy veterán akrogálát három tanítványommal, Laki Zsuzsival, Kis Tamással és Halmi Katival, aki közül Kati már most már edző kollégám, tehát együtt edzünk a református torna körben, iskolában, a torna körben, és fölvetődött, már két éve is rendeztünk egyet, akkor úgy nemzetközi, mert ausztrál állampolgárok is voltak, mert közben a tanítványomnak a gyermeke ausztrálok lettek, ott születtek ki a gyerekek, férje is ausztrál, és akkor gyorsan néhány hét alatt összehoztuk, és most jött egy esemény, hogy születésnapon van, próbáljuk ezt a veterán akrogálát úgy összehozni, hogy a kettő összejöjjön. De ennek akadályai voltak, ki erre, ki arra járt, és akkor hát Facebookon, ugye milyen jó a net, Facebook gyorsan, felmérés, és így október 4-e volt az időpont, amelyikre Laki Zsuzsa előtt Angliából, tehát nagyon büszke vagyok, hogy hazajött a születésnapomra, és a többi vidéken dolgozó tanítvány is eljött, 150-en jöttünk össze, és egy veterán akrogála, és azért alul volt egy pici, hogy Váradi László 60 éves, tehát azért ráírtuk. Az is érdekes, mert most volt ilyen minősítő, pedagógus minősítő vizsgálom, és akkor a kolléganő mondja, hogy hát miért nem mondom ezt? Nem mondom ezt. Most ő elmondta helyettem ott a minősítésnél is, hogy ő látta ezt a neten fönn, hogy milyen csodálatos volt, hogy ezek az anyukák, meg nagymamák, mert van, aki már unokáját hozta el a tanítványok, és azok is ott tornáztak velünk. Támláztunk, én is tornáztam, de mindenki. Akkor, hogy én elképzeljem, ez azt jelenti, hogy összejöttek az ön tanítványai. Igen. Körülbelül 150 emberről, és együtt tornáztak? Együtt. Volt egy olyan, hogy a mostani kis 21 kis tanítványom meglepetése, amit nem tudtam, az a meglepetés, hogy úgy készültek hetente többször, edzéseken kívül, én is ott voltam, susmutoltak, az már gyanús volt, de nem jöttem rá, nem sem árult el, tehát gyakorlatilag nagyon meg tudták csinálni, ott edzettek, és tartottak egy kis bemutatót. Utána jött, tehát voltak a Patkos Sima tanítványom is ott voltak, akik elpróbányosságot nyertek most a Árpinak, a koreográfusnak a tanítványai, Majlát Árpiék, ők is csináltak és bemutatott, meghívtam őket, és azután meg neki láttunk edzeni, tornázni. Felelőtlenítően régi szép idők. Hát az idősebbek, most így mondom, hogy idősebbek, és 40 körül is úgy szórták a flikeket segítsége, mint a karikacsapás. Meg a szaltókat is ugrották, meg is lepődtek. Pesti tanítvány is úgy vágatottban ott edzettük, azok is lejöttek, és nagyon jól érezték magunkat. És már mondják, hogy természetesen jövőre. Jövőre van még egy, amit nemzetközi versenyt szerveztem, fölvetődött, hogy jó lenne egy nemzetközi méretű akrogálát tartani, veteránt, idősebbek részére. Nem, és ehhez támogatót keressük majd, és akkor, mert nem a mi munkánk, hanem a teremnek a bérlete az egy kicsit már vaskosabb, tehát annyi költséget keresünk majd, hogy meg tudjuk oldani egy nagyobb méretben, mert a közgátba elvértünk 150-en durván, de hát azért, hogyha eljön egy külföldi csapat, hát volt úgy, hogy jöttek az angolok hozzám 60-an, egy repülő, olyan kisebb repülőgépet megtöltöttek.
Apuka, anyuka, meg az egész család eljött, és egy kirándult ide. Nem semmi. Igazából a következő kérdésemre már majdnem válaszolt. Mindig a tervek viszik előre az életet, az önéletét is, mindig tervezni kell, célokat kell kitűzni. Váradi Lászlónak mik a céljai közel és távolabbi jövőben sport, magánélet területén? Itt több észre lehetett bontani, mivel 2005-ben mondtam, hogy leálltam, pihentem, kikapcsolódtam, 2009-től elkezdtem, most kim voltam Erdélyben egy nemzetközi verseny, ami a bajnokság volt, Látványtánc Szövetségnek, ott megfogott a hangulat, kisgyerekek, több ezeren voltak ott a 3 nap alatt, és úgy itt elbeséltem a kollégáknak, hoztam filmeket, természetesen is fényképeztem, meg filmeztem az egész idő alatt, úgyhogy én nem nagyon láttam az anyagot, csak utána láttam, mikor megnéztem, hazajöttem, és tetszik a gyerekeknek, beneveztünk, és jövőre elindulunk ennek a szövetségnek a versenyein. Még egyszer, milyen szövetség? Látványtánc Szövetség, MLTS. Hát lehet, hogy nem leszünk elsők, csak 5-ből 10-ek, de elkezdjük. De ez inkább, ez ilyen sportakrobatika? Ebben van tánc, torna, akrobatikus. Több ága van, 10-valahány ág van, tehát itt magyarettek főszerepelnek, föllépnek, diszkós táncok. Akkor idősek, hát voltak 70 éves, 60 évesek is, tehát ilyen idősebb, szenyor kategóriába is táncoltak. Aha. Ők nem ugráltak, de voltak, akik dobálták szaltókat, tehát gyakorlatilag ebben minden, nagyon sok oldalú. És ebbe az irányba szeretné bővíteni. Most kipróbáljuk, még most még a nyugdíjig úgy gondoltam meg, beszéltük, hogy akkor még mindent bele. Vannak 10 éves, 8 éves kis tanítványom, még 4-5 évet, ha rádolgozunk, akkor talán bejön egy kis eredmény, és akkor még megpróbáljuk. Jelenleg ugye 3 iskolában is tanít. 3 helyen is dolgozgatok, igen. És emellett edzősködik. Ez a harmadik, az edzősködés, a református iskola tornaköre az edzősködés. Kedves rádióhallgatóknak mondom, hogy előttem egy olyan sportoló ül, aki 60 éves korát nyugodtan letagadhatja, tehát jóval kevesebb, és minden gondolata a sport és a sport köré, edzősködés és a torna köré épül. Nagyon sokan vannak a fiatalok, akik most indulnak el a pályán, szeretnének edzők lenni. Mindezeket elmondani, amit ön el tudott magáról mondani, hogy milyen sikereket tudod be azoknak az embereknek, akiket ön készített fel, Európa-bajnokságok, világbajnokságok. Ha most egy fiatal hallgatja ezt a műsort, és szeretne egy ugyanilyen életutat befutni, vagy ilyen sikereket elérni, ön mit ajánl neki? Mi a legfontosabb ebben, hogy valaki ilyen legyen? Egy hinni magában, Isten is most nem nagy szó ez, de tényleg az Isten is megsegíti az embert, mert én is mondtam, hogy többször itt előjött ez az isteni gondviselés. Az otthoni, úgymond, mikor ketté meszelték az akkori vezetők a pályafutásomat. Nagyon nagy kitartás, nagyon nagy szorgalom. Nálam most is ez régebben is ez volt, hogy az adottság, a tehetség az egy pici. 20%, a 80% a verejtékes, izzadságszagú munka, edzés, tanulás. Mert ha edző akar lenni, akkor is tanulni kell. Ha tanár akar lenni, nem csak a sport csak egy része, a gyakorlati rész. 2005 óta érettségiztetünk testnevelésből. Ja, jövünk, igen, és mi van? Ja, elmélet is van, bizony. Van 15-20 elméleti kérdés, a sportágakat elméletileg is tudni kell, hogy dobom a labdát, hogy csinálom a szaltót, hogy segítek. Tehát gyakorlatilag itt nem elég, hogy csak megmutatom és megcsinálom a gyakorlatot, bizony a módszertant, a taktikát, a technikát el kell sajátítani. Kitartás, szorgalom, fanatizmus. Kudarctól nem szabad megijedni, van kudarc, le kell győzni. Köszönjük szépen, a Talentum mai vendége Váradi László tanár edző, a Magyar Sportért kitüntetés birtokosa volt. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást fiataloknak és mindenki számára egy olyan üzenetet tudtunk itt az éteren keresztül átadni, amelyben a kitartás és egy egészséges fanatizmusnak a fontosságát próbáltuk hangsúlyozni.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást is. Azt kívánom mindenkinek, hogy dolgozzon, sportoljon. És akkor egészséges lesz, egészséges és ilyen mosolygós 60 éves korára. Köszönjük szépen, zenével folytatjuk. Talentum. Közismert emberek keresztény szemmel.